Európából, és először láttam a nőre itt egy barátunk elé a fázisban, nagyon megfogott, nagyon megszerettem, és azóta együtt dolgozunk. Szeretném megköszönni Monsieur Garadoknak, a francia nagykövetnek, hogy eljött és mond néhány szót kiáltásra infójából, és úgy szintén Dr. Max Beatrice-nek, aki az ELTE-n a kereti, távol-kereti művészetek szakértője, főleg Koreá, ahogy én tudom, és ő is mondaná egy pár szót akkor önöknek Wolfgang művészetéről. Vous le savez, Kalman a beaucoup fait pour faire découvrir ou redécouvrir au public hongrois des artistes qui sont français, d'origine hongroise, franco-hongrois. Je pense notamment à Lili Traeger, je pense aussi de manière plus récente à Simone Rantai. Mint önök is tudják, Kalman nagyon sokat tett azért, hogy megismertesse, illetve újra megismertesse a magyar közönséggel azokat a művészeket, akik franciák, illetve francia-magyar, magyar-francia származásúak, hogy egy pár nevet említsek, Rigaud Judit és Antai Simon. Et donc, en faisant cette œuvre en fait, de redécouverte de ces artistes, il a beaucoup contribué, en fait, je crois, à rapprocher la France et la Hongrie, en tout cas, les peintres, les amateurs de peinture, les milieux artistiques franco-hongrois. És azt gondolom, hogy ezzel a tevékenységével nagyon aktívan hozzájárult ahhoz, hogy közelebb hozza egymáshoz a két országot, a két ország művészeit és művészet szeretőit egyaránt. Et alors, bien sûr, Kalman s'intéresse aussi à l'art vivant, à la création vivante. De Kalman természetesen az élő alkotó művészet is érdekli. Et ce soir, donc, nous avons le privilège de contempler ces toiles absolument merveilleuses de Courbet. J'espère que je prononce votre nom à peu près. Très bien. Et c'est une tökéletes alkalom, hogy megismerjük egy ilyen művészt és a műveit, a csodálatos Hurtnyang alkotásait. Donc je ne vais pas parler de la peinture puisque madame est beaucoup mieux qualifiée que moi pour le faire. Nem fogok a festészetről beszélni, hiszen a művészettörténész asszony nyilván erre sokkal jobban kvalifikált nálam. Je pense que nous sommes tous sensibles à cette explosion de couleurs, à cette explosion de lumière, et que c'est un paysage absolument inconnu, c'est un monde parallèle qui s'ouvre devant nous. De azt gondolom, hogy mindannyian látjuk a saját szemünkkel ezt a kirobbanó színvilágot, ezt a különleges új világot, ami mint egy párhuzamos dimenzió teljesen új távlatokat nyit előttünk. Ce que je voudrais juste dire très rapidement. És amit mégis nagyon gyorsan el szeretnék mondani. C'est que je suis très heureux aussi d'ouvrir cette exposition. Parce que avec Bourgoignet, nous avons trouvé une artiste qui a trouvé en France en fait les conditions de sa création. És azért is nagyon örülök annak, hogy megnyithatom ezt a kiállítást, mert Hurtnyangerben egy olyan művész tiszteletünk, aki Franciaországban találta meg az alkotáshoz megfelelő feltételeket. Et donc je pense que votre peinture est un splendide hommage en fait. Rendu à notre pays. Je souhaite bien sûr beaucoup de succès à cette exposition. És azt gondolom, hogy az ön művészete gyönyörű hommázs Franciaországnak, és gratulálok az első sikert kívánok az alkotáshoz. Meet me at the corner and don't
itt a Maklári Galériában először találkozhatunk Magyarországon műveivel, friss és színes képeivel, szinte egy csapásra meghódította a közönséget és a kritikusokat egyaránt. Képei szinte azonnal vevőkre találtak, és kellemes, vidám érzetet keltenek a szemléveikben. Sajátos stílusjegyei könnyen felismerhetőek, azonban minden egyes alkalommal új és egyre újabb módszerekkel, formákkal kísérletezik. A képek és szobrok határait feszegető alkotások az élénk és a monokróm felületek érdekes játékával érik el vibráló érzéki hatásokat. A több rétegben vászonra festett rétegek lekaparásával, majd azok újra felhasználásával a kétdimenziós felületbe besüllyedő és a felületből kiemelkedő, reliefszerű alkotások jönnek létre. Eddig javarészt csak a lehullott festékport illesztette vissza a képekre a művésznő. A mostani kiállításán azonban olyan alkotások is láthatóak, amelyeken szisztematikusan, szorosan egymás mellé ragaszgatta vissza a lehulló színes festékcsíkokat. Ezek a képek felidézik a keleti művészet által is sokban inspirált bécsi szecessziós művészeket, elsősorban Gustav Klimt művészetét. Kevéssé ismert, hogy Klimt gyűjteményében nem csak japán, hanem koreai tárgyak is megtalálhatóak voltak. Mind a mai napig fennmaradt gyűjteményéből egy színes könyvecsoportképet, úgynevezett cseppkorit vagy cseppkádomot ábrázoló festmény, de az osztrák művészképeinek hátterében, sőt gyakran kompozícióiban is érezhető a koreai művészet hatása. Talán ezért is tűnnek nekünk, közép-európai művészeten felnőtt nézőknek olyan ismerősnek ezek a színes felületek, a kortárs Franciaországban élő koreai művész legújabb képei. Hokyung-e tudatosan felhasználja a koreai hagyományok színes örökségét, és az általa kifejlesztett, sajátos technikával a kortárs filozófiai gondolatokra is reflektál. A tarkán színes képek mellett láthatunk visszafogottabb színkompozíciókat is, mint például itt nem messze látható nagyméretű zöld-fehér képén, ami egy téli bambuszliget világát idézi fel bennünk. Az is újdonság, hogy a négyszögletes formátum mellett immár körformájú képeket is láthatunk ezen a kiállításon. Hokyung-e képei láttán azonnal érezzük, hogy határozottan élvezi a festékkel, mint anyaggal való kreatív munkát, amely munkák szemlélete is határozott érzékélmény nyújt minden befogadónak, kiállítás látogatónak és képei majdani tulajdonosainak, szemlélőinek. Ezúton kívánok minden megjelentnek további kellemes élményeket a képek láttán, és gratulálok a művésznőnek a legújabb hitbemutatott alkotásaihoz, további sikereket kívánva.